Sziasztok! Sziasztok! Foglaljatok helyet, mert már is kezdünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a szombatot alkalmon, és mielőtt bármibe belekezdenénk, ki az, aki először van itt? Bátran tegye fel a kezét. Nagyon nagy tapsot kérünk neki. Nagyon örülünk nektek, és jó, hogy itt vagytok. Úgyhogy reméljük, hogy jól fogjátok érezni magatokat, és van egy szuper hírünk, hogy alkalom végén mindig van büfé, amikor együtt vagyunk, társasozunk, beszélgetünk, úgyhogy bátorítunk benneteket, hogy maradjatok még alkalom után, és akkor tudtok ismerkedni kicsit. És már egy elég tüzes alkalmunk lesz, bár mindig az, de most Dombó Zsolt jött hozzánk szolgálni, úgyhogy nagyon örülünk neked, hogy itt vagy, és Isten áldjon meg téged a szolgálatban, és szóljon rajtad keresztül hozzánk. És még közérdekű információként, mint tudjátok, idén is lesz, vagyis idén már lesz szombatöt tábor, úgyhogy aki ezután jelentkezni fog, mert elméletiekben betelt, az várólistára kerül. Aki pedig már regisztrált, az ne felejts el, hogy május 15-ig lehet elutalni az előleget. Ezzel fogjátok véglegesíteni a helyeteket a táborban. Illetve az alkalom vége fele a dicsőítő blogban lesz imaszolgálat. Úgyhogy ha bármi feljött bennetek a tanítással kapcsolatban, vagy bármi nyomasz benneteket, akkor bátran menjetek oda a szolgálótesókhoz, ott lesznek hátul, meg itt oldalt is, és kérjetek imát, hiszen ezért vagyunk egy testben, a Krisztusban, hogy egymás terhét hordozzuk, úgyhogy ne féljetek bátran ebben kilépni, és átadnám a szót Kristófnak, egy nagyon áldott bátorítást hozott nektek. Sziasztok, kedves testvérek! Jó körbenézni mindig, és jó látni, hogy vannak ismert arcok, vagy akik ilyen visszajárók, és hogy vannak újak is. És egy igét hoztam számotokra. Ez egy elég ismert ige lesz, de nekem nagyon személyesen szólt így az utóbbi időszakomban. Azt mondja, hogy mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged. Talán azok közül, akik követitek a szombat ötöt, láthattátok, hogy egy olyan sorozatban vagyunk benne, ami a tanítványságról szól. Elindultunk a megtéréstől, beszéltünk a Szent Szellemen való teljes életről, a tanítványi életről, és arról, hogy bizony ezen az úton sokszor vannak olyan dolgok, amik nem a mi elképzeléseink szerint alakulnak, és ilyenkor tudunk csalódni. És valahogy, ahogy imádkoztam, így az jött fel bennem ezzel az igével, hogy Isten megígérte, hogy mindig ott lesz melletted. De azt is jelezte, hogy lesznek viharok az életedben. És én is éppen egy elég viharos időszakomban vagyok, és ahogy gondolkoztam ezen, arra jöttem rá, hogy sokszor a saját viharainkban a legnehezebb azt elhinni, hogy Isten ott van számodra. Többen szolgáltak emberek felé, akár lelkigondozásban, akár bármilyen szolgálatban. És mi keresztények annyira sokszor tudjuk építeni, bátorítani, vigasztalni egymást, ami nagyon jó. Erre hív az ige, hogy hordozzuk egymás terhét, hogy járjunk világosságban és építsük a másikat. De az ma a kérdésem számodra, hogy a saját viharodban, a saját életedben, a saját hegyed előtt, a saját küzdelmeid előtt, a saját bukásaid előtt elhiszed-e azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus az Úr, és hogyha ő elhívott téged a tanítványi életre, akkor ő ott lesz melletted, és ő a megoldás. Szerintem ez az a dolog, amit sokszor nem hiszünk el. És ilyenkor mit csinálunk? Saját megoldásokhoz folyamodunk. Lehetnek ezek jó szellemi sablon megoldások is. Lelkigondozásra járok, elmegyek 56 profétai alkalomra. Higgyétek el, hogy amire ma szükség van, az Jézus Krisztus, és ő betölti minden szükségedet, és ha viharban vagy, az nem egy rossz hely a vihar. Nézd fel Jézus Krisztusra. Amikor pont Zsolt tanítását hallgattam a délelőtt, mert ma jött, és eszembe jutott egy tanítása a viharról. És tudjátok, az a nagyon érdekes, hogy amikor a tanítványok viharba kerültek,
akkor azelőtt Jézus mondta nekik, hogy evezzetek át a túlpartra, evezzünk át a túlpartra. De a tanítványok ezt a dolgot elfelejtették, hogyha Jézus elhívott valamire, ha valamiben kért engedelmességet, kilépést, beleállást, és legyen ez akár a gyülekezetben, legyen ez akár a tanulmányaiban, a munkahelyen, akkor ő ott lesz veled, és ő végig kísér. És amikor viharban vagy, akkor nem kell kapálózz, nem kell semmit sem csinálj, csak nézz Istenre, aki azt kérdezi tőled, hiszed-e, hogy én vagyok a megoldás? Hiszed-e, hogy bennem van az élet, és hiszed-e, hogy ha tűzön mész át, én veled vagyok, ha vízen mész át, én velem vagyok. Testvérek, jöjjünk ma így az Úr elé, ebben a hitben, hogy egyedül az életnek a szelleme, egyedül Isten az, aki megtart, és aki végigvisz a próbákon. És a próbákban vagy, az egy jó hely, mert ott lehet igazán megismerni Istent, nem akkor, amikor minden szipi-szuper. Jó, tehát jöjjünk ebben hitben, tegyük le most a dolgainkat, a viharainkat, a kérdéseinket, a megfáradásodat, a bukásaidat, és nyissuk meg a szívünket Isten előtt, mert ő itt van, és akar ma hozzád szólni, és úgy jön a szívedhez, hogy hiszed-e, hogy én vagyok a megoldás, hiszed-e, hogy a problémádra én vagyok a megoldás, és nincs más megoldás. Atyám, köszönöm, hogy a názáreti Úr Jézus nevében jöhetünk most eléd. Köszönöm, hogy kitárhatjuk a szívünket, és köszönöm, hogy a te igéd, élet és szellem, és ahogy ma kimegy az igéd, meg fogja cselekedni az igazságot, és nem tér vissza üresen. Uram, úgy áll eléd a te néped, Atyám, hogy utat készítünk neked. Uram, leteszünk mindent. Ami ma a szolgálói imán is volt, letesszük, Atyám, a sablonokat, a megtanultat, a megoldásainkat, nincs rájuk szükségünk, nincs szükségünk a mankókra, Atyám, amik csak eltörnek a kezünkben. Köszönöm, Atyám, hogy Uram, veled mehetünk előre. Köszönöm, hogy ismered a szíveket, hogy te vagy a szíveknek a vizsgálója. És, Atyám, külön imádkozom azokért, akik megvannak ma fáradva, akik, Atyám, belefáradtak. Atyám, köszönöm, hogy nem csak vizsgálod a szíveket, hanem formálod is. És Atyám, könyörülj ezeken a szíveken, jöjj Szent Szellem, és formáld a szíveket. Adjál, Atyám, olyan mustármagnyi hitet, ami keresztül fog menni az összes hegyen, az összes démoni kötözöttségen, Atyám. És köszönöm, hogy elszakítod ma a láncokat. Köszönöm, hogy a dicsőítés, Atyám, meg fogja tisztítani a gondolatainkat, Atyám. A Jézus Krisztus nevében jövünk így eléd, és tárjuk ki magunkat. Atyám, és köszönöm, hogy Úr vagy minden felett, és köszönöm, hogy Úr vagy ezekben a viharokban is. Ámen. Ámen, gyertek, álljunk fel. Azt mondja az ige Jézus Krisztusról, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami benne is megvolt. Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Ezért adott neki Isten olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, Jézus, hogy így vagy most ott itt közöttünk. Nem csak mint ember, hanem mint Isten. Köszönöm, hogy te, amiután megdicsőített az Atya téged, azután is közben jársz értünk, és valóságos közben járunk vagy ott az Atyánál. Köszönjük, hogy ott vagy dicsőségben, de átélted a mi szenvedésünket, átélted a mi próbáinkat, és tudod, mi mentünk át. És köszönöm, hogy a te bátorításodra így jöhetünk a kegyelem királyi székéhez, hogy alkalmas időben segítséget találjunk. És köszönöm, hogy a te segítséged valós, mert átélted mindazt, amit mi is átélünk. De hűséges voltál, és engedelmes voltál, mint halálig. Ezért meg is dicsőített téged az Isten, fel is magasztalt téged, és minden név felett való a te neved. Angyalok vének áldanak, a szentek zúgják ég és föld király.
Köszöntünk téged, köszöntünk meg dicső Büszkén áll, te előtted fújom borba,
addig értünk harcolsz, Jézus, körülötted angyal. Olyan öröm tudni róla, hogy te mindig győztes vagy. Kezed ó és megvigasztal, te vagy megváltó barát. Ma is érted kegyelmet, ezért álltam. Mikor nagyságot megérít, térdre kényszerít szabad. Minden félelmemet tűnik, hisz te mindig győztes vagy. Uram, ragyogtasd ránk fényed, csodás erőt szálljon rád. Ma is érted kegyelmet, ezért átlag. Halleluja! Jézus győztes Úr, Jézus győztes Úr, halleluja! Jézus Krisztus lett, büszkén áll, te előtted hújó korban,
Szerelmed enyém lett, magadhoz engedtél, örök szövetséggel a fiaddá tettél. Szerelmed erősebb a félelmeimnél, és minden időben kegyelmed elkísér, hűség. Egyedül hozzád száll az arc.
Köszönöm Istenem, hogy az anyamében formáltál bennünket, Te vagy a mi alkotónk, és valóban a Te gyermekeid vagyunk, Istenem. Jézus, ezt Te lehetővé tetted, és ezért minden dicsőség és minden áldás a Tiéd, Jézus. A Te drága Szentvéredért, Uram, hálával jövünk eléd. Hálát adom neked a Te drága Szentvéredért, ami tisztává mosott bennünket, és szent és szeplőtelen gyermekeid vagyunk, Uram. Itt állunk előtted, mint a Te gyermekeid, és úgy érzem, Isten adott nekem egy képet, és láttam egy ultrahangot, és azt szeretném mondani, hogy ha Te azt tapasztaltad, hogy Te nem voltál akarva a szüleid által, akkor hadd bátorítsalak Téged, hogy Isten akar Téged, és nem véletlen az, hogy Te megszülettél, és az vagy, aki, mert Ő Téged olyannak alkotott, és Ő azért a Te csontjaidat, a Te bőröd színét, a Te hajad színét, a szemed színét Ő alkotta, és Ő gyönyörködik benned, és így vagyunk itt előtted, mint a Te alkotásod, Istenem, a Te teremtményeid, Istenem, és neked akarunk hódolni, mert megérdemled, Istenem. Téged áll, egyedül téged áll a hangom, egyedül hozzád száll, egyedül hozzád száll az ajkam, egyedül téged áll, egyedül téged áll a hangom, egyedül hozzád száll, egyedül hozzád
másokért jöttem. Jézus, nem vagy adósom nekem. Minden csodás ajándékon túl, csak várjon rá. Úgy mikor megszokásba jöttem, úgy bánom, mikor a számtalan csupán visz az első szeretethez.
Énekeljük még egy picit ezt, jó? Akár ülsz, akár állsz, szent ez a pillanat. Énekeljük még egy kicsit. Mert Isten szelleme most itt van. És nincs annál értékesebb pillanat, mint amikor az Úr megáll közöttünk. Semmit nem tudunk hozni neked, Uram. Csak tudjuk hozni a szívünket, a megtörtségeinket, a bűneinket, a mulasztásainkat. Tudjuk hozni az imákat és a dalokat, amik mögött nem volt ott a szívünk. Tudjuk hozni a képmutatásainkat. Tudjuk hozni úgy, ahogy vagyunk ma itt magunkat. Bocsáss meg nekünk, Uram, bocsáss meg nekem, hogy annyiszor nem a Te nevedet szolgáltuk, nem a Te neved dicsőségért éltünk. Olyan jó, amikor megjelensz, és rájövünk arra, hogy csak Jézus, Te számítasz. Te vagy egyedül az értékes, Te vagy egyedül az igaz, Te vagy egyedül a dicséretre méltó, Te vagy egyedül az, akiért itt lehetünk, és jó itt lenni. Nincs más név, amit érdemes lenne felemelni, mint hogy Jézus. Nincs más Isten, aki betölti a szellemével a bűnösöket, akik hozzá kiáltanak, és megitatja a szomjazókat. Nincs más olyan Isten, aki azt mondja a bűnös asszonynak, hogy nincsenek itt a vádlóid. Nincsenek itt a vádlóid. És ezt most az Úr szelleme mondja nektek, testvéreim, hogy nincsenek itt a vádlók. Ebben a teremben, ebben a térben most nincsenek már itt a vádlók. Szent Szellem, jöjj! Gyertek, gyülekezet, álljatok föl, és énekeljük még ezt a dalt. Menjünk vissza ebbe a dalba, mert érzi, mert Szent Szellem azt mondja, hogy valljuk meg újra. Semmi más, 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 semm
az örökké valóság van itt. Neked nem sikerre van szükséged. Neked nem pénzre van szükséged. Még csak nem is egy házastársra, amire leginkább szükséged van, hogy Isten hozzád érjen, hogy Isten jelenléte megjelenjen, és ott meglásd, megérezd, hogy ő jó, hogy el vagy fogadva. Úr Jézus, Úr Jézus, Úr Jézus, lesen do Friday, lesen do Pride, do Lord, if you listen. Istennek áldott embere vagy. Istennek áldott embere vagy. Isten nagyon szeret téged, nagyon büszke rád. Sordin lesz a bár. És azt mondja az Úr, hogy az a bőrkeményedés, az a kis szívkeményedés, ami ott van, nem azért, mert rossz ember vagy, hanem azért, mert kinőtted már ezt a lelkedet, kinőtted már ezt a szívedet. Ezt lemetszem, azt mondja az Úr szelleme. És egy nagyobb szívet fogsz kapni. Egy nagyobb szívet. Sokkal több megbocsájtás lesz benne. Sokkal több elengedés lesz benne. Sokkal több szeretet lesz benne. Olyan sok szeretet lesz, ahogy ki folyik majd belőled. Nem csak egy hátsó pakoló vagy, nem csak egy hátsó ember vagy, Isten szellem azt mondja, hogy én látlak. Én látlak. És látok körülötted fiakat, akik téged fognak követni. Látok szolgáló fiakat, akiket be fogsz tanítani a szolgálatba. Mint egy atya. Ó, lesz ember, brádol, de fárdos, hogy brél. Halleluja, sorry lesz ember, de bába, papá, manna, sondi, bróli, szindi, bland. Halleluja. Jó az Úr. Halleluja, hol lesz ember? Mi legyen? Pásztor, mi legyen? Oké. Okay. Nem mondhatom, hogy a jobbik részt választottad. Hát, mert az Úr itt van, és ha ő szól, az... Jelesz, ha idő van. Istennek áldott népe vagytok, és Istennek szeretett gyermekei vagytok, és annyira jó, amikor az ember ezt nem csak udvariasságból mondja, hanem nem tudom, hogy a hátsó sorokban mennyire volt jelen a Szent Szellem, itt jelen volt, bízom benne, hogy hátul is azért bóklászott, és megérintettiteket. Jó az Úr, tényleg nagyon jó, és az elmúlt, bizonysággal kezdek, az elmúlt években annyira akartam sok minden lenni, nagy proféta, kis proféta, nagy szolgáló, ez meg az, amaz. És az elmúlt egy-másfél évben, nem tudom, az Úr csendesebb vizekre vezetett, és valahogy úgy sokkal jobban élvezek csak úgy ülni. Csak úgy ülni az ő jelenlétében, csak merengeni dolgokon,
Ez nem követendő példa, nem ezért mondom, csak hogy ha az Ádám nem hív, akkor nem jövök, nyilván, de hogy értsétek meg, vagy remélem, hogy előbb-utóbb mindenki megérti, hogy nincs annál jobb, mint amikor az örökké valóság egy kicsit megérint téged. Ha valahogy időt tudunk rá szakítani, és ma a szolgálatról lesz szó, meg a tanítványságról lesz szó, de az egész nem ér semmit. Az egész félre fog siklani a te életedben, és minden, ami ma itt elhangzik, az egész nem ér semmit, ha nem tesszük oda eléje, hogy csak azért van értéke az egésznek, hogyha az Úr benne van. Ha megérintem, ha minden napokban valahogy az Úrral, ha csak egy szó, csak egy érzés, csak egy dal, vagy valami, csak valahogy legyen egy interakción kettőnk között, mert ha nincs, ha egy nap kihagyás van, akkor nem csak én érzem, hanem a családom is, hogy kihagyás van, és egyre nagyobbakat lehet így érezni. Ádám arra kért, hogy a szolgálatról, a szolgálati életről beszéljek nektek, és nyilván hát itt állok az Úr előtt, és hát nyilván ő a szolgáló, és nagyon sok mindent lehetne erről beszélni. Én ma mégis ott kezdem, ahol a dolog véget ér. A végén kezdem, jó? Az érett szolgálónál kezdem, a szolgáló életnél. Mivel ez egy igei ház, ezért merek sok igét felolvasni. Lukács 12.34-ben ezt mondja Jézus, ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Azokhoz hasonlóan, akik az urukat várják, hogy mikor jön meg a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megjön, ébren talál. A mai alkalomnak egyébként ezt a címet is adtam, hogy a boldog szolga. Ma a boldog szolgálatról beszélünk, a boldog szolgákról. Bizony mondom nektek, hogy felövezze magát az asztalhoz ülteti őket, hozzájuk megy, tehát Jézus hozzájuk megy, és felszolgál nekik. És ha a második vagy harmadik örváltáskor is jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Máté 24.44-ben egy másik aspektusból mondja ugyanezt el Jézus. Azért legyetek készen ti is, mert ebben az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Kicsoda hát a hű és a bolcs szolga, akit az ő úra gondviselővé tett a háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő úra, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyon a fölé gondviselővének teszi meg. Két aspektusát látjuk, majd a vége jó lesz. Két aspektusát látjuk itt a szolgálónak, hogy az ige kifejti. Az egyik, hogy önmagad felé azt mondja, hogy a dereka föl van övezve, a tehetsége nincs elrejtve. Hány ember van a gyülekezetekben ma, akikről azt se tudjuk egyébként, hogy milyen tehetséged, milyen ajándékod van, mert nem látszódik. De nem azért gyújtotta meg Isten benned és bennem azt a lámpást, hogy ne látszódjék, hanem azért, hogy mindenki lássa, hogy világítson, hogy ragyogjon. És Isten azt mondja, hogy ez szintén egy szolgálat, szintén szolgálói rész, hogy önmagunkat megmutassuk, a derekunk föl legyen övezve, a Krisztus teste felé, a gyülekezet felé irányul a másik aspektus a szolgálói létnek. És van egy másik gondolat is ebben a két igében, hogyha összenézed, hogy ez nem egy vasárnapra vonatkozik. Itt nem azt látod, hogy boldog az a szolga, akit vasárnap az Úr egy mikrofonnal a kezében talál meg, vagy dicsőítés közben, vagy profétálás közben. Sőt, azt mondja, hogy lehet, hogy második, harmadik, negyedik, minden ötödik örváltás is lehet. Nem tudhatod, hogy mikor. Magyarán Isten arról beszél, hogy ez egy állapot. Folyamatosságról beszél az Úr. Nem egy hétvégi szolgálatról beszél. Nem egy hétvégi kereszténységről beszél. Hanem boldog az a szolga, akit ebben találtatik bármikor. Bármikor is jön az Úr vissza. Ámen? Ámen. És azt hiszem, ez a lényeg, amiről Isten akar velünk beszélni, Jézus, hogy boldog az a szolga, hogy ne ilyen torzul lássuk azt, hogy szolgálni kell, mert az Úr, és te pedig szolgáld őt, és ilyen Jedi beártni az egész, nem, hogy nem, az Úr boldog Isten, az Isten maga is egy boldog Isten, és ő boldogságba akar bennünket bevívni, és azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ha munkában talál, amikor az Úr megérkezik, és akkor ébren találja őt az Úr. És van még egy fantasztikus megállapítás, ami nagyon tetszik nekem ebben a kettőben, azon kívül, hogy boldog lehet. Azt mondja itt Isten igéje, hogy vagyon, meg felhatalmaz téged, ez meg az, de van egy másik része. Azt mondja, hogy hozzád megy, és felszolgál neked, szolgál feléd. Képzeld el, hogy a királyok királya, az uraknak az ura,
az szolgál az emberek felé. Nem csak akkor szolgált, most is tud szolgálni. Most felém szolgált, nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert valahogy meg tudtam érinteni, mint a vérfolyásos asszony, valahogy csak meg, a köntösét megérintettem. És már rögtön ő szolgál. És szeretném, hogyha ezt innen indulna ki ez a mai tanítás, hogy meglátnánk, hogy, vagy elhinnénk, meglátnánk, hogy micsoda érték a menny szemében a király, az Isten, Jézus, az Úr, a megváltód, helyettesítsd be, amit éppen, ahol éppen most meg tudod őt ragadni, az ő szemében, ha valaki szolgai formát vesz fel ezen a világon. Isten szemében a legnagyobb érték, hogy olyan szinten ráfigyel rögtön a mennyből Isten, ha azt látja, hogy valaki egy szolgai formát kezd fölvenni, hogy ő oda megy, és elkezd az illető felé maga az Isten szolgálni. Maga az Isten fog felé szolgálni. Vagy közvetlenül, vagy embereken keresztül, de fog szolgálni. És amikor Isten behív bennünket az ő szolgálatába, az ő szolgálói életvitelébe, akkor valójában az ő közösségébe hív bele, az ő társaságába hív fele, mivel csak jelzem, a Szent Háromság Isten maga is szolgáló Isten. Most is szolgálnak. A Szent Szellem most is itt van a Földön, és hozzám hasonló nyakas embereket győzköd a bűneiről, a vétkeiről, az igazságról, ezekről a dolgokról győzköd minden nap, hogy hogyan kéne élned, merre kéne menned, mit kell dönteni, nem dönteni, győzköd, tehát szolgál. Az Úr Jézus mit csinál a mennyben? Szüntelül közben jár, érted? Ő is szolgál. Az Atya Isten mit csinál? Ő meg cselekszik. Cselekszik az előre eldelt dolgokban, belenyúl az életünkbe és cselekszik. Nem vagyunk magunkra hagyva. Isten folyamatosan szolgál most is. Csak egy zárulás megjegyzést szeretnék tenni. Gyakran mondják azt, ugye, hogy Isten a hetedik napon megpihent a munkájától, ő már egy szabbat van, minden munkájától megpihent, és akkor egy koktéllal a kezében ottan fönt van, stb. De ez nem igaz. Az, hogy megpihent a munkájától, nem azt jelenti, hogy nem szolgál. És ebből van egy nagyon fontos rejtett igazság. Ez az pedig az, hogy az Isten szerinti szolgálat, az Isten szerinti szolgáló életvitel, az nem munka. Ha te munkaként élsz meg egy szolgálatot, akkor ne csináld. Akkor vagy nem azt kell csinálnod, vagy még nem jöttél rá arra, hogy mit jelent az szolgálni. Akkor még az nincs meg a látás. Ha munka íze lesz, favágó íze lesz, hogy na, már megint dicsőítenem kell, Istenem, már megint ezt a dalt kell énekelnem ezeknek. Jó, mindegy, na, dicsőítő vagyok. Akkor te már munkás lettél, akkor te már dolgozol, akkor te már szolgáló vagy. Az már régen rossz. Akkor abba kell hagyni. Akkor meg kell találni megint az ízét ennek a dolognak, mert Isten azt mondja, hogy a szolgálat, a szolgálói életvitel, a szolgálati állapot egy boldog állapot. Ő boldog szolgákat, boldog szolgálatról beszél. És Isten igéje többszörösen leszögezi, hogy az a hívő, aki a szolgálatban így kitartó, hűségesen benne van, és amikor jön haza az Úr, amikor meglátogatja őt, nyilván ez lehet a nagy végső visszatérése az Úrnak, és lehet a mindennapokban, amikor a mindennapokban egyszer csak meglátogat téged az Úr. Találkoztál már olyannal, hogy meglátogat téged csak úgy az Úr mosogatás közben? Van olyan, hogy mosogatsz, nem is számítasz rá, és csak, hogy ó, ott az Úr, egy gondolattal, egy megértéssel, vagy egyszerűen csak elönt téged a szeretet, megint jól érzed magad, megint örülsz, hogy szomatötös lehetsz, érted? Szóval van, amikor Isten így meglátogat téged, csak úgy pusztán kegyelemből. Szombaton 6 órakor is jó szombatötösnek lenni. És jutalomban részesítés boldog ez a szolga. Nem tudom, hogy merefelé jártok keresztény társaságokban. Én nagyon sok, vagy elég sok, ha egynél több, akkor vannak túl sok, de mindesetre azért jó sok nem boldog keresztényt is látni. Egyszerűen azért, mert vagy munkaként végzik a szolgálói életvitelüket, vagy ott hagyták a szolgálatukat, vagy fel sem vették a szolgáló életvitelt. Egy ideig előrömködnek, hogy élik a saját életüket, aztán egyre rosszabb, cinikusabb és szárazabb lesz az életük, még akkor is, hogyha a szakmájukban vagy a világi munkájukban esetleg egyébként sikereket is fognak elérni. Miért? Azért, mert ezt mondja Isten beszéde, hogy boldog az a szolga, akit munkában talál az Ura bármikor, amikor éppen hazajön, amikor beugrik hozzá, és akkor itt meg is állítottam valamit, hogy az új szövetség, de íme titkot árulok el néktek, az új szövetség az nem beszél külön szolgáló testvérekről. Hogy vannak a testvérek, meg a szolgáló testvérek. Ilyet a Bibliában te nem látsz.
hanem az új szövetség az nem beszél csak tanítványok, meg a keresztények. Meg keresztények, meg szolgálók. Ilyenekről nem beszél. Nem választja külön. Aki tanítvány, az keresztény. Aki keresztény, az tanítvány. Aki tanítvány és a keresztény, az egyelő szolgáló is. Ez ugyanaz. Más-más szavakkal illeti. Nincs ilyen, hogy én csak hívő vagyok, ők meg szolgálnak, meg ők meg tanítványok, ők szuperszellemiek. Akkor valahol elakadtál valamiben. Arról beszél Isten igéje, hogy aki keresztény, ő Isten gyermeke, az Istennek a fia. Amen? Aki Isten gyermeke, az követi Jézust. Aki követi Jézust, az a tanítvány. Aki tanítvány, az pedig normális, hogy ő szolgáló életvitellel rendelkezik. A körbe zárul. Ez nincs burzsúi keresztény osztály. Nincs olyan, hogy csak dőzsi-dőzsi az egyik csapat, a másik pedig szolgál, és mind a kettő keresztény címkével van ellátva. Nincs ilyen. Mi szemmel, hál' Istennek, nem tudjuk megítélni azt, hogy kik keresztények egy gyülekezeten belül, de higgyétek el, hogy nem mindenki. És lesz egy nap, amikor ez nyilvánvalóvá fog válni, hogy ki melyik csapatba játszott valójában, noha egy gyülekezetbe jártunk. A mennyei protokoll arról beszél, hogy boldog az az Isten fiú, boldog az a keresztény, ugyanazt jelenti, aki egy szolgálói életvitellel rendelkezik. Ezt elejénte egyébként, amikor újjászülettél, akkor te is tudtad. Nem tudom, emlékeztek-e még arra, amikor valaki újjászületik, akkor ösztönösen érzékeli, hogy neki szolgálnia kell. Nincs róla tanítás, nem, az uzmót még nem is tudta, nem járta végig az uzmót. Eztén csak megtért szegénykénk, csak úgy magát újjászületett itten a nagy boldogságban, és rögtön elkezd akarni adni, rögtön, vagy széket hagy pakoljak arrébb. Vagy lehetne, hogy én is prédikálok, vagy énekelek, persze lehet, csak járt ki az uzmót, de hogy általában rögtön érzik az emberek, hogy nekünk az Urat kéne ilyenkor szolgálni, a közösséget, a gyülekezetet, az egyházat. De amikor én megtértem és újjászülettem, és meghallottam az evangéliumot, és fölfedeztem az evangéliumnak az örömbírját, röviden megtértem, igen, röviden így, akkor én azon csodálkoztam, hogy Magyarország ezt még nem ismeri ezt a hírt, hogy Jézus él. Hát mit csináltak eddig a keresztények? Én mondom, de jó, hogy megtértem, itt az ideje, hogy végre ébredés legyen ebben az országban. Na, Dombos Zsolt megérkezett, akkor most gyerünk. Aztán, hát még nem tért meg mindenki ebben az országban. De rögtön ez az adásvágy, ez rögtön megindult. Ez egy nagyon jó jele egyébként annak, hogy valaki újjászületett, mert a genetikája, a szellemi DNS, a szellemi, nem is újjászületett, hanem ha nagyon akarunk precízek lenni, akkor görögül, akkor újra született, mindegy zárója bezárva, az újra született ember, az rögtön Isten genetikájával rendelkezik, és ő is szolgálni akar. Általában az öt szolgálat ajándék közül ilyenkor e között szoktál választani, pásztor, apostol, proféta, tanító, evangélista. Aztán egy idő után meglátja, hogy van még azért más lehetőség is, székpakolás, gyerekszolgálat, média, imam, adakozás is, és még nagyon sok minden más is. És röviden, akik megtalálják ezt a szolgálói identitásukat a fiúságukban, azokkal nem is lesz gond. Nyilván meg fognak térni jó párszor, sok-sok hülyeséget el fognak követni, bűnöket, vétkeket, megtérnek, megújulnak, stb. De alapvetően, ha ezt megőrzik, érdekes módon beérnek a célbe. Érdekes módon semmi baj nem lesz azzal, Isten emeli őket, és be fognak érni a célba. És vannak, akik viszont ezt nem találják el, nem találják meg, vagy valahogy nem igazán értették meg, hogy kiért is csinálják ezt a szolgálatos dit, és vagy az önmegvalósítás eszközeként tekintenek erre, hogy ideig utált mindenki az osztályban, most, hogy nem tudom, evangélista vagyok, most én utálhatok mindenkit, és pokollal fenyegethetek, vagy tanító lehetek, hogy végre megtapsoljanak, vagy pásztor, hogy uralkodhassak embereken. Tehát az önmegvalósítás az egy fránya egy dolog, az nyilvánvalóan benne van az emberekben, de ők ki fognak égni, vagy nagyon torz jelleműekké fognak válni, vagy van a másik, aki ilyen hobbiként tekint a szolgálatra. Most van kedvem, van időm, nincs csajom, nincs palim, most ráérek, közben azért nézegetek, ide-oda, hellóka, hellóka, mizúság, és amikor összejön a tuti, ugye, akkor hirtelen eltűnt az ima alkalomról, hoppá, akkor hirtelen eltűnt a szolgálatból a kedves testvér, mert ő éppen éli az életét, vagy éppen megmagyarázza, hogy miért is lehet egy világival is összejönni, mert már ugye nagyon sokat várt. Tehát, és akkor ő eltűnik a szolgálatból.
Vagy éppen már nem tudja összehozni, vagy úgy gondolja, hogy nem tudja, hát most már feleségem, férjem van, két gyerekem, most már ilyenkor szolgáljon az, akinek nincs ilyen, vagy hány anyja van. Szóval, de én most nem érek rá, nekem most gyerekem van, tudod. És ebből aztán minden gyülekezetben, meg az eklézsiában előáll az a standard állapot, hogy egy-egy szolgáló celebbé válik, pásztor celeb, dicsőítő celebek, apostoli celebek, prófétai celebek, és mellettük a keresztények pedig hirtelen padban ülő nézőkké válnak. Mert ott vannak a szolgálók, ott az a kékinges ember szolgál, én meg itt ülök, hallgatom, ha jó, tapsolok, ha nem, akkor azt mondom, hogy miért a dombót hívták meg, és aztán lemegyek a büfébe enni. De az a helyzet, hogy tényleg sok keresztény egyébként a padban ülve azt mondja, hogy pont amiatt, hogy mivel nem vagyok olyan, mint ők, meg nem fogom a mikrofont, hát biztos, akkor nem vagyok szolgáló. Hát ők a szolgálók, ők azok, akiket látunk, meg csinálják. Hát hadd csinálják. Ők az Istennek a nagy emberei. És akkor van, akkor ebben jó szándék is van. Ó, résztestvér, imádkozzál értem, kérlek, résztestvér. Nem mind arany, ami réz, vagy ami fénylik. Tudod, hány várok erre, hogy ezt elsüthessem? Pedig, igen. Pedig Istennek más elképzelései vannak a szolgálatról, és csak egyet szeretnék most gyorsan ide betűzni. Tudjátok, van ez az 5 szolgálat ajándék, amit mindig szoktunk emlegetni, és ott az van, ezt föl is olvasom, Efézus 4.11, ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, tovább is olvasom inkább, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, próbáld úgy hallgatni, mint amíg soha nem hallottad volna, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra. Istennek a látása az, hogy például ez az 5 mikrofonos szolgálati ajándék, az nem azért van, hogy ők a szolgálók, hanem igazából Isten látása az, hogy mindenki, minden hívő tudjon szolgálni, és ezért adok még plusz 5-öt, aki majd azért segít, hogy mindenki tudjon szolgálni. Nem az 5 szolgálati ajándék az, akiknek a szolgálatot kell végezni, hanem annak az 5 szolgálati ajándéka megáldott jó embereknek, az a plusz feladatuk, hogy minden szentet, minden széksorban, minden gyülekezetben, mindenütt arra az életvitelre készítse fel, hogy minden szent mindig tudjon szolgálni. Ez egy jó szolgálónak a munkája. Ha azt látjátok, vagy azt lehet látni néha, hogy egy-egy ilyen pásztor, prófét, apostol, stb. Igazából nem ezt a munkát végzi, akkor valahol ő hibázott, akkor valahol félrement az ő szolgálata. Nem biztos, hogy rossz ember, sőt valószínűleg nagyon jó emberek ezek az emberek, de akkor is félrement, mert az 5 mikrofonos szolgálat ajándéknak a feladata az, hogy mindenkit fölkészítsen minden pillanatban lévő szolgálatra. Miért? Miért akarja Isten, hogy szolgálóvá váljál? Ott a 3. sorba, 22. sorba? Azért, mert azt akarja, hogy boldog legyél. Azt akarja, hogy mivel újjászületett keresztény vagy, nem leszel egyébként másképp boldog. Ez ki van ezt találva? Mivel újjászülettél és Isten fiává váltál, szó szerint, vér szerinti genetikával vagyunk összekötve Isten természetével, te nem leszel boldog és megelégedett, ha nem találod meg a szolgálói működésedet. Szándékosan kerülöm, hogy a szolgálatodat. Mert akkor már leszűkítettem oda, hogy mikrofon. Ennél sokkal tágabb az, amiről beszélít Isten. Az érett szolga pedig boldog szolga. A szentek, a cél az, hogy a szentek, minden szentek, a minden szentek, azok tudjanak a helyükön, a saját életükben, a tehetségük, az ajándékuk révén a saját szolgálatukba beállni, a saját érett fiúságukat megélni, és el tudjanak jutni arra az érett fiúságra, amire mindenki egyébként nagyon vágyik már. Mi egy kicsit az 5 szolgálat ajándékra úgy tekintünk, hogy ők a csúcsok, ők a celebek,
Jó esetben élvezzük a szolgálatukat, és nézzük, hogy a színpadon szolgálnak, vagy a gyülekezetben, pedig valójában ők azon szolgálók, akiknek felénk van szolgálatuk. Ők a szolgák szolgái. Zárójelben jegyzem meg egy másik tanításom, nem akarom itt borzolni a kedélyeket, de például az apostolok ezeken belül, azok nem itt vannak, hanem mindenki alatt vannak. És onnan fogod felfedezni az igazi érett apostoli szolgálókat, hogy mindenki felé szolgálnak alulról. Mindenkit emelnek. Zárójel bezárva. Isten nem egy 5 szakirányú végzettségben gondolkodik, akik vasárnap szolgálnak szombaton 5-től, vagy vasárnap 10-től. Nem is csak abban, arról beszél Isten, amikor szolgálatról beszél, hogy hétköznap is megyek a pásztorral találkozni, mert neki az a szolgálat egyébként, hogy 4-től 5-ig, vagy 7-ig ül az irodában, aztán majd jön a pihenés, mert ez a felfogás, ez egyszerűen eltorzítja a keresztényeket. Szolgálókat és nem szolgálókat egyaránt. Miért? Mert ketté választja a szolgálati munkámat, meg az életvitelemet. 4-től 5-ig pásztor vagyok az irodában, jövök, lelki gondozok, stb. És aztán megyek haza, és üvöltözöm a feleségemmel, mert 2 különböző életet élsz. A szolgálókkal ugyanaz megtörténik, mint a padban ülő tesókkal, hogy ketté válik az identitásunk, és mi azt gondoljuk, hogy a szolgálat az, amit itt végzünk, vagy a gyüliben végzünk, vagy bárhol a Krisztus testében végzünk, de Isten igéje azt mondja, hogy ez csecsemőkorban tart mindenkit. Ez gyerekkorban tart mindenkit. Ezért frusztrált leszel. A boldog keresztény az egy érett keresztény. Most jönnek a kemény részek. Az a helyzet, hogy Isten azt mondja, hogy legyen mindenki, minden gyermekem, minden időben, minden órában, 24 órában, 7/7, 24 órában legyél szolgáló identitással. Ne az legyen az identitásod, hogy nekem ez az elhívásom, nekem ez a szakmám, hogy pásztor vagyok, vagy prédikátor, mert akkor könnyen nem leszel otthon az, akivé kéne, hogy legyél, hanem legyél mindig mindenütt szolgálói keresztény. Legyen egy szolgálói attitűdöd az egész életviteledben, hogy te a király, az Istennek a fia vagy, te egy herceg vagy, egy hercegi méltóság, egy fiú identitás erősödjön meg, ez egyébként a basic, az alap, mert a fiak tudnak hozni egy döntést, hogy úgy döntök, hogy úgy döntök, hogy ahogy a király, az Isten, az Atya, a fiú, én is úgy döntök, hogy nem akarok én most nagy karizmatikus celeb lenni, hanem szolgálni akarom az életemmel ezt az egész királyságot. Ez egy döntés. Ez a megtérés után egy érettebb döntés. És most kezdek egy szót használni mindjárt, nem véletlenül. Azt a döntést hozott, hogy az a hozzáállásom legyen, az az indulat legyen benned, ami volt Jézus Krisztusban is, hogy szolgálni fogod az Istent, az embereket, az egyházat, a királyságot, és közben egyébként csodálatos módon fel fog épülni az életed. Semmilyen más módon nem fog felépülni az életed. Nem fogsz tudni vegyes üzemmódban lenni, mert egy idő után kidob téged a szisztéma, a rendszer. Egy darabig ez elmegy, hogy vegyes üzemmódban működsz, hogy kicsit világi is vagyok, meg kicsit ülök a padban, meg szolgálok is, meg stb., de hogy a dolog vegyes, ez a vegyesség, ez nem lesz hosszú távon tartható. Sem az egyház történelemben, mert jön egy vége, úgy gondolom elég hamar, sem pedig az ember egyéni hívő életében Isten hoz ilyen megakasztó pontokat, amikor döntésre akarsz téged hívni, hogy meddig járkálsz két, meddig sántikálunk 2 úton. Jó, akkor beállok pénztárosnak, vagy köszöntő szolgálatban. De nem erről beszélünk. Nem arról beszélünk, hogy te vállalj egy szolgálatot, hanem még egyel visszább kell menni, hogy én szolgáló akarok lenni. Szolgálói életvitelt szeretnék folytatni, mert ez a családi mintám. Szolgálni pedig azt jelenti, miért még hotoráztánk az agyunkban, hogy most pásztor, apostol, proféta, nem. Szolgálni azt jelenti, hogy mindenemmel, amit van, és mindazzal, aki te vagy. Tehát mindennel, amim van, és mindazzal, aki te vagy, azzal én a többi ember javát szeretném szolgálni.
Én a többi embernek a javát akarom minden pillanatban szolgálni. Ez az elmélet, nyilván ezt egyetlen egy ember töltötte be egész 100%-osan, Jézus Krisztusnak hívták, de nyilván nekünk erre kell törekednünk, hogy mi boldog szolgáló, boldog hívők tudjunk válni. Tehetséget, képességet arra kaptál, hogy szolgáld az embertársaidat. Nem a saját hírnevedet, nem a saját szolgálói identitásodat, hanem hogy csak szolgáld az embereket. Akár hívő, akár nem hívő. Akár ebbe a gyülibe jár, akár nem ebbe a gyülibe jár. Fölnőni arra, testvérek, hátsó sortól első sorig, föl nekem is szól, hogy nem itt, ne, nyilván számít ez a szolgálat is, de semmit nem ér a mennyben, hogyha kimegyek az utcán, és ott nem szolgálok az autóvezetés közben. Vagy ha hazamegyek, és nem mérlegelem azt, hogy most mit kéne a feleségemnek, hogy kéne meghallgatni őt a gyerekekkel, most rájövöltsek, hogy inkább hallgassam meg. És ez megfeszítéssel jár, meg egy tudatossággal jár, de hidd el, hogy egy idő után ettől leszel boldog. Különben nem adatik meg a boldogság. Neked nem. Mindenki másnak a világban azok úgy boldogulnak, ahogy akarnak, hidd el. De ők meg is fognak boldogulni egyszer. De Isten már most akar téged megboldogítani, ezért be akar téged vinni egy életmodell pályára. Meddig akarsz ülni a 12. sorban, 6. sorban, amíg azon gondolkozol, hogy itt elől történnek bezzeg az események. Biztos azért történik vele, mert az Ádámmal jóba van. Miért nem szok, nincs senki, aki jelen szokott néha gondolkozni, hogy miért működnek? Azért, mert kiválasztódnak azok az emberek, akikben ott mozog az a kis bugi, hogy nekem valamit csinálnom kell a királyságban. Ez nem igaz, nem tudok mit csinálni, nem tudok nem csinálni semmit. Na hát akkor ők itt a Béz Ádám körül ottan vannak, azt lesz felőlük valami. De ez Istennek nem ez a látás, hogy itt fejeződjön benne, hanem a hátsó sor azt mondja, hogy mi van benned? Hát én nem tudok beszélni, nem tudok prédikálni, nem? Jó, nem is kell mindenkinek. De mit tudsz te ott csinálni, ahol te vagy? Ahol éppen vagy? Az egyetemen, főiskolán, munkahelyen. Elmesélek egy bizonyságot nektek, egy rákos, pont ma hallottam, egy pásztor konfin voltam, agapi pásztor konfin, és ott mesélte valaki, hogy egy rákos ilyen szerelő bácsi, az ment a belgyógyra, nyilván rák, kezelés, stb. De hát ugye ott ült, ilyen szerelő bácsi volt, és látott csöpög a csap. Hát oda ment, lement az autóhoz, gumi, tömítés, megcsinálta, ült, várta, stb. Látta, hogy a másik szifon meg nem működik, lement az autóba, megcsinálta. Akkor már mondta az egyik nővér, hogy de jó, tetszik hozzáérteni, benne a műtében csöpög az egyik csap, tessék már bejönni, megcsinálni. És amíg a bácsika élt, ő elkezdett bejárogatni, szerelgetni itt az orvosi rendelőben, meg a kórházban, aztán az úrhoz költözött, meghalt, hívő volt, de a lényeg, hogy ő akkor is szolgáló volt, amikor ment a dokihoz a papírért, a mit tudom, és stb. És ahol észrevett, jó, csöpög a csap. És megcsinálom. És ez a szolgálói életvitel, ez ragyogott abban a kórteremben, ragyogott abban a kórházban, ő megfutotta a pályáját. Lehet, hogy nagyobb dicsőségben van, mintha most mennék haza én, nem tudom hány prédikáció után. Értitek? Mert a helyén volt, és látta, hogy mi is az élet lényege. Ráérzett, hogy adjam, amin van. Abban a pillanatban, minden pillanatban. Japánt mindjárt elmondom. Most mondjam el? Oké, most mondom el. Másik tesó, az a mániája, hát egy rossz elhívása inkább, jó? Tehát, ez rossz szó, mert meg kéne szabadulni. Mánia. Szép. Oké. De ha elhívás, akkor rendben van. Szóval, az az elhívása. Marosvásárhelyre jöttem most ide hozzátok, és egy másik történet, ott profitáltunk egy családnak, és az nagyon, nagyon megérintett. És, igen. Na, szóval, ez a srác, ennek az volt a szívén, hogy ő úgy közlekedik az autópályán, az autóúton, a kocsiban, hogy neki mindig van a kocsiában gumikerék, meg felfúvó, meg pumpa, meg ragasztócsík, meg stb., mert ő arra van ráállva, korábban indul mindenhová, hogy hát, ha kell valakinek segíteni az úton, elakad valaki, és ő akkor ráveti magát is segít.
És, de tényleg, tehát ő így jár. És megint csak, hogy megy, zuhog az eső, és látja, hogy kis Suzuki-ja van, piros Suzuki-ja, és látja, hogy egy nagy fekete BMW elakadva az autópálya szélén, ott villog, úgyhogy a kis piros Suzuki-val oda mögé áll, kipattan, bekopogtat, hogy segíthet-e. Nyilván ömlik az eső, kinyílik az ajtó, egy japán pap állt egyébként előtte, aki az autóban ottan szorongott, hogy mi van. Nyilván a nyelvi dialektusok nem voltak egyformák, úgyhogy kézzel, lábbal azért elmutogatták, hogy hát a kerék, stb. Ülj vissza az autóba, kivette a csomagtartó, pumpa, pumpálta, gumicsere, mit tudom én, tehát megoldotta az egészet, mert ez volt az ő, ez az ő látása, hogy ahol tud, ő szeret segíteni, ezért akkor ő így megy, hogy vadássza a lehetőséget, miközben megy a gyülibe, miközben megy ide-oda. És akkor, hogy milyen Isten, és hogy ezért mondtam, hogy boldog az a szolga, akit ilyenben talál az Úr, hát nyilván kiderült, hogy ez egy japán pap, és nyilván ő erről beszámolt Japánban, hogy milyen emberrel találkozott, és nyilván meghívták a gyülekezetek ezt a fiatalembert Japánba egy pár hetes kis wellness üdülésre. És ebből ezt halld meg, ezt a jó kis bizonyságot, hogy bárhol, ahol vagy, boldog az a szolga, akit egy ilyen szolgálói mentalitásban talál az ő ura, mert hidd el, hogy az Úr, ezt én most megboldogítom. Hát ezt az embert én meg fogom boldogítani. Ámen, ámen. Jézus, visszatérve ide, hogy ezt jelenti a szolgálat. Tehát akkor arról beszélek, hogy szolgálat, akkor nem, tényleg ne azt, hogy ezt, hogy szolgálnom kell, mert a keresztények szolgálnak, és akkor én most itt robotüzemmódban vagyok, és akkor prédikálok, és nem tudom, mit csinálok. Nem, ez egy életvitel. Ez egy hozzáállás, egy szemléletmód. Miben tudok segíteni? Ennyire egyszerű egyébként. Ez a szolgálat definíciója. Miben tudsz segíteni? Mi az a rés, amit te látsz meg? Itt van egy pohár víz. Milyen jó, hogy valaki ezt idehozta. Tényleg. Nagyon kis apróság. De hát Jézus is mondta, hogy szomjúhozom. És nekem milyen jó, hogy ez bele, hogy nem, ez, értitek, hogy ezek elképesztő fontos dolgok, ha ezt így, képzeljetek el egy gyülekezetet, ami hirtelen így látást kap mindenki erre, utolsó sor, első sor is egyébként látást kap erre, és elkezdenek úgy közlekedni egymás között is, meg a világban is, csak úgy spontán, hogy miben tudok segíteni. Ennyi az egész. Nincsenek nagy ötletek, nagy látás, meghirdetés, hogy most akkor kimegyünk 5-én, és megmutatjuk, hogy keresztények vagyunk, és csinálunk egy nem tudom micsodát, egy radikális királyságot. Nem, hanem egyszerűen elkezdünk élni, mint normális emberek, akik szeretnének segíteni. És hidd el, eléggé borul be a világ ahhoz, hogy pusztán az, hogy te ilyen szolgálói attitűddel, gondolkodásmóddal rendelkezel, elkezdesz ragyogni, és elkezdesz vonzóvé válni. Miért csinálod ezt? És még Japánban is lehet, hogy el fog térvinni Isten. Oké. Ezek után hallgass meg ezt az igét, mert ennek a fényében fogod érteni igazán. Filippi 2:5, derültem Balázs, amikor ezt bemondta. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Itt megállok. Az a szó, hogy indulat, a görögben azt jelenti, hogy az az erős elhatározás, eldöntöttem hozzáállás. Tehát ezt jelenti. Tehát nem, ez a szó. Tehát annak okáért az az indulat, az az elhatározás, az a látásmód legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki amikor Istennek formájában volt, ezt nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, de itt nem egy ilyen neutrális pszichopatává vált, hogy csak szolgálok is, érted? Ő a királyi, az uralmi, a királyi pozícióból azt üresítette meg önmagát, emberré lett, egészséges emberré, és szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban tártatott, mint egy ember, megint csak megállok. Rólad a munkahelyen. Te most a szektás gyűlis vagy? Ma akkor valamit nem jól csinálunk. Vagy te
az ember vagy. Az a normális ember, aki még ember. Aki lement, nagyon sokat dolgozott, és akkor lement valaki egy kávéért, és hagyja, csak láttam, hogy fáradt vagy, hoztam neked egy kávét. Ez az evangélium. Ez a szolgáló. Oké? Okay? Tehát kiüresítjük magunkat, hogy mi a karizmatikus gyülekezet tagjai vagyunk, a Krisztus, az Isten fiai vagyunk. Mi alig beszélünk a világiakkal, de ha beszélünk a munkatársunkkal, akkor is, de bűnös vagy még mindig. Nem akarsz megtérni? Jó lenne. Értitek? Ez nagyon vonzó üzenet. De Jézus Krisztus nem ezt csinálta, hanem azt csinálta, hogy emberré lett. Megint csak egy zárójel. Hány perc van még? Mindegy. Emberré lett. Ott az Isten, fönn a mindenhol, de most értetek, most mennyben, oké? Okay? Szerintetek a világ mindenség, minden tudója, minden hatalom birtokosa, bölcsesség, stb. Hogy így becsomagolt, ilyen lezip-zip-zip-zip fájba nyomta be magát, azért, hogy tudjon veled kommunikálni. Amikor te beszélgetünk valakivel, és az a kis büszkeség ott van bennünk, hogy biztos nem érti, amit mondunk, akkor gondolj arra, hogy Isten, aki a világ összes nyelvét beszéli, minden tudás, meg stb. Birtokában van, ő nem szégyelte magát, hogy hát egy hozzáképpen eléggé alantas formát vett föl, azért, hogy tudjon veled beszélni. Hogy a te nyelvedre valahogy lezippelje, egybites formátumba át tudja adni az életnek, az örök életnek, meg a földi életnek a titkait, hogy átadja, hogy boldog legyél. Hogy tudjál boldogulni bármilyen vihar közepette. Na tehát emberekhez hasonló lett, és amikor olyan állapotban tátatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt a halálig, míg pedig a keresztfának haláláig, és ezért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy nevet, amely minden név felett való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeiek ki, földiek ki, és föld alatt való ki, és minden nyelv vallja meg, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Jézus a fiúságnak a megtestesítője, és ő úgy döntött, hogy az az indulat lesz benne, hogy ő egy szolgai formát vesz fel. Az Atya, fia, te is az vagy, úgy döntött, ezt a döntést hozta meg, hogy én innentől kezdve nem a királyi trónon ülök, hanem szolgai formálót, szolgai életvitelt fogok folytatni itt a földön. Alapvetően fiatalok vagytok itt, csak vannak 40 fölötti fiatalok meg alatta is. Vagy felverekszed magadat a csúcsra, a kísérletet különböző hegycsúcsaira, ezt mindenki nagyjából meg tudja csinálni, ez lehet keresztény szolgálati csúcs is, ideig, óráig rajta leszel, aztán úgyis le fogsz csúszni róla, hidd el, mert jönnek újak, jönnek mások, jönnek nehézségek, viharok. Amire mi kapaszkodunk fel csúcs, és elérünk valamit, az semmi, az a helyzet. És a kegyelem az, amikor ezt az életedben még meglátod, hogy semmi. Vagy ott kezdesz, ahol az Úr is kezdte, vagy most átállsz arra, hogy úgy döntesz ma, vagy amikor a szívedhez ez elér ez az üzenet, hogy azt az erős elhatározást hozod meg, hogy én egyszerűen szolgálni fogom Isten tervét, szolgálni fogom az embertársaimat, szolgálni fogom a családomat, szolgálni fogom a munkahelyemet, szolgálni fogom a királyságot, de így szolgálom a dolgokat, és nem ülök még a trónra. Nem ülök még a 12. sorban a trónra, hogy én Isten fia vagyok, halleluja. Ez jó dolog és valid dolog, de van ennél egy jobb. Hogy azt a döntést hozod meg, hogy az az indulat lesz benned is, ami Jézus Krisztusban volt. És ezért nem beszélek ma arról itt nektek, hogy milyen egy jó szolgáló, vagy hogy melyik szolgálatot válasszad, vagy hogyan legyél a nagy szolgáló, mert ha csak erről a szolgálatot csak így beszélnénk, mint egy cselekmény, az kiégéshez vezet. És nem boldoguláshoz. Vagy jellemtorzuláshoz, és nem boldoguláshoz.
És ma sok olyan szolgáló van a világban is, akik fönn vannak a csúcson, de depressziósak, vagy félelmek gyötrik őket, vagy stb. Vagy egyéb dolgok, és nem igazán boldogok. Mert valahol menet közben a szolgálat lett a cél, nem pedig, hogy szolgáló legyek. A kettőnek van különbsége. Az az indulat legyen, az az elhatározás legyen bennetek, hogy egyszerűen csak szolgáló vagyok a mindennapokban. Jézusnak nem volt szolgálati munkaideje. Nem az volt, hogy én a megváltó vagyok szombaton és vasárnap 6-tól 8-ig, addig jöjjenek, ma addig itt vagyok, utána megyek Lázár barátomhoz a családi házba, és ottan pedig Jézus haver vagyok a barátommal, hanem azt lehet látni, hogy Jézus tökéletesen full 24-ben, 7/7, nem tudom, hogy mondják, értitek, full 24-ben minden nap tökéletesen Jézus volt mindig. Akkor is, amikor templomban szolgált, akkor is, amikor borozgatott, beszélgetett a barátaival, közben tüsszögött Péter anyósa, oda ment, azt mondta, jó van, akkor menjen el a nátha belőled, aztán visszaültek, beszélgettek. És ő mindig Jézus volt. Nem váltott át, hogy ő a nagy, most átváltok a Jézus a csodatevőbe, jó? Csodatevő, mirekül, ó, sissaralabadá, és aztán visz. És akkor, hapci, és akkor visszamentél utána megint, nem tudom, ez az élet nagy kérdéseiről beszélgetett, tanított, stb. És ha van valami, ami nagyon tetszik Jézusban, hogy ahogy olvasod az evangéliumokat, hogy nincsenek nála ilyen váltások, nincsenek váltások, mindig, Jézus mindig Jézus marad, mindig önazonos volt, nem ugrált a szerepeiben. Őt meg lehetett állítani, és akkor tudott szolgálni. Ha nem akart, akkor is rádumálhattad. Mert hagyta magát. Van egy kedvenc történetem, azt most nem mondom el, de olvassátok el azt a anyukát, aki közben jár ugye a lányáért, gyermekéért, hogy gyógyítsa meg az úr, és ugye azt mondja neki az úr, hogy hát ezt én nem tehetem meg. Nem ezért jöttem. Egyébként mi ment oda? Mi ment Szamáriába egyébként? Na mindegy. És ami nagyon érdekes, ha már itt tartunk, csak egy zárójelben jegyzem meg, hogy miért érdemes Jézust úgy megragadnod, hogy Jézus a törvény alatt lévő, az ige, ő maga az ige, stb. Ő nem tehette meg egyébként, tényleg nem tehette volna meg, hogy meggyógyítja a lányát. Mert szamáriai volt. És mégis megtette. És nem vétkezett a törvény ellen. Majd nézzétek meg, hogy csinálta. Mi? Tessék? Mi? Most már üssem le? Oké. Okay. Jó zsidósan azt mondta, hogy legyen a te hited szerint. Azt mondta, hogy figyelj ide, legyen a te akaratod szerint. Tehát nem azt mondta, hogy azt mondta Jézus, hogy ez nem az én akaratom. Én nem azért jöttem, hogy meggyógyítsam. Há? De ha te nagyon akarod... Ugye? Mit tehetek én? Legyen a te hited szerint. Nagy a te hited. Mit tehetek én erről, ugye? Ez nem én voltam. Ez azért érdemes látni Jézusnál, hogy teljesen benne tudott maradni az igében, a törvényben, de nagyon mindig az életet, az élet szerint kezelte. Mindig azt nézte, hogy mi az, ami javadra válik. Ez az indulat legyen bennetek is. Ámen, ámen. Mindjárt befejezem, és aztán nem tudom, majd imádkozunk. Még a szovjet televíziókról szeretnék egy kicsit beszélni. Tényleg. Tudnélik, nálunk annyira ketté válik az életünk, egy ilyen privát, munkahelyi, mit tudom én, ez az életed, meg a gyűlis, az eklézsia, meg a szolgáló élet, hogy ilyen szellemképes. Aki olyan idős, olyan fiatal, mint én, azoknak voltak ilyen régi szovjet televíziók, ilyen szellemképesek voltak a képek, mindig kettőt vagy hármat láthattál, ezt hívjuk szellemképesnek, és akkor ilyenkor mi volt a megjavítási bód, ráütöttél egy nagyot, és akkor egy darabig megint úgy összeállt is egy deriket láttál,
És Jézusnál, meg a keresztényeknél nem látod ezt, hogy ilyen nagy különbség van a kettő között, hogy az, amit ők megélnek a gyűliben, a szolgálatukban, Péter, Pál, stb., és az igazán jó és értékes szolgálók, 12. sor vagy mikrofonosok, azok, akiknél nincs nagy különbség, nincs kettő élet, hanem egybe folyik egyre inkább. Én az elmúlt egy-másfél évben arra kezdtem el nagyon vágyni, hogy aki itt áll előttetek, az ugyanaz legyen otthon is, és hogy meg a munkahelyemen is, meg bárhol, hogy ne legyen egy ilyen állarc, egy ilyen dombó, szolgáló testvér állarca, hanem lehessek az az utcán, aki itt vagyok, és hát aki az utcán vagyok, az itt is lehessen, és az ne botránkoztasson meg senkit, értitek? Szóval, hogy egybe menjen. És amikor szolgálatokról beszélünk, akkor ez a szolgálatnak a meghatározása, hogy keresd a másik javát. Keresd a környezetedben élő embereknek a javát. Mivel tudod azt szolgálni? Vízzel, tanítással, lehetőséggel, bármivel. Az az indulat legyen benned, hogy tudomásul veszed, hogy több vagy, mint egy gyülekezeti szolgáló. Te 24 órás Isten fia vagy, és akkor boldog leszel. Na még egy nehezebb dolgot, és aztán befejezem. A szolgálói életvitel, és akkor látjátok, hogy tehát nem pásztorról, meg ezekről beszélünk, hanem a szolgálói életvitelről, akik tanítványok, ugyanazt jelenti. Jó esetben ez fejlődik. Jó esetben ez érik, ez érős folyamat. És ha úgy döntesz ma, vagy úgy döntöttél valamikor, hogy az az indulat lesz benned is, ami volt Jézus Krisztusban, hogy szolgai formát veszel fel, szolgai életvitelt veszel fel, akkor tudnod kell, hogy a szolgai életvitel az bizony fejlődni akar, az bizony változni akar, az érni akar, érettebbé akar válni. És itt kell beszélnem valamiről, hogy az élet az nehéz. Ha ez még nem tűnt volna fel, az élet nehéz. És nincs szenvedés nélküli sors. Nincs karizmatikus csodatétel, hogyha ezt így imádkozod, vagy úgy imádkozod, akkor megúszod a szenvedést. Az árulást. Az elárultatást. Nem fogod megúszni. Nincs szenvedés nélküli variáció. Nem azért vagy keresztény, hogy megúszd a világnak a szenvedéseit, hanem azért, hogy legyen melletted ő, aki ezeken átkísér, és minden bajból majd kiment, de át fogsz rajta menni. Ezért, ha fejlődni akarsz valóban, ha szolgáló életvitelt veszünk fel valóban, akkor tudnod kell, hogy ez azt jelenti, hogy én szeretni akarok másokat, Istent, önmagamat is szeretni akarom, ehhez változnom kell, fejlődnöm kell, hogy akkor bizony szenvedni fogsz. De, és ezt jegyezd meg, ez nem azt jelenti, hogy nem lehetsz boldog. Sok keresztény, meg az emberek is, úgy definiálják a boldogságot, hogy szenvedés nélküli állapot az a boldogság. De ez nem igaz. Ez egy illúzió, ez egy hazugság. A tartós boldogság, a mennyei boldogság, az a fiúsági, szolgálói életvitelből fakad, abból fakad, hogy egy szolgálói mentalitással élem az életemet, és eközben kapok pofonokat, kapok szenvedést, lesznek rázós, rizikós helyzetek, lesznek fájdalmas helyzetek, de mindegyikből egyre érettebbé válsz. Egyre mélyebbé, egyre súlyosabbá válsz. És ez nem azt jelenti, hogy minden nap meg kell feszülni, és ilyen naponkénti keresztet, nem azt jelenti, hogy a naponkénti kereszt felvétele, hogy minden nap szenvedünk, mint a ló, mert nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy lesz olyan nap, lesz olyan döntés, lesz olyan időszak, ahol bizony szenvedni fogsz. Ahol bizony, hogyha az Úr mellett döntesz, akkor sírni fogsz. Akkor lehet félni fogsz. Akkor lehet egyedül leszel. Akkor lehet, hogy úgy fogod magad érezni, hogy egyedül vagy. Csalódás, fájdalom, stb. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy boldog szolga, akkor arról is beszélünk, hogy szenved is ez a boldog szolga néha. Miért? Mert a felelős döntések, és bocsánat, hogy szombat délután egy ilyet hozok be, hogy felelős döntés, de ez nagyon hiányzik ma a keresztények közül, pedig a Biblia szinte üvölt minden lapjáról, hogy hozz döntéseket. Vállald a felelősséget az életedért. Felelős döntéssel jár az, hogy te érett szolgáló életvitelt akarsz folytatni.
1 János 3:2, szeretném, Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Akiben megvan ez a reménység ő iránta, ha megvan itt bárkiben az a reménység, hogy én meg fogom látni az Urat, hogy nekem nem itt ér véget az életem, meg nem is ez az állapot, hanem 5 év múlva jobb állapotban leszek, mint ahogy most vagyok. Ha ez a reménység megvan benned, ő felé, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Magyarán itt jön be az, hogy bizony a szolgáló életvitel azzal jár, hogy elkezdesz önreflektív lenni. Elkezded vállalni a szitukat, hogy Isten rád mutat dolgokat, megmutat, és azt mondja, hogy fiam, ez nem tetszik, ez nem jó, ez nem válik a hasznodra. Ebből azt akarom, hogy megtérj. Ebből azt akarom, hogy változz meg. Térjél meg, hogy nem egy divatos szót mondjak most. De itt hál' Istennek, ez egy divatos szó. Amikor szolgálói életvitelről beszélünk, életről beszélünk, annak az az alapja, hogy szeretem Istent, ő szeret engem, és hogy én úgy döntök, hogy az az indulat lesz bennem, hogy én a mindennapokban akarok szolgálni. De ebbe a képbe be fog jönni a szentség is. Ahhoz tudnék, hogy hatással legyünk, és nem az emberi erőlködés hatásáról beszélek, hanem arról, amikor hordozott már Istennek a hatását. És amikor még nem vagyunk elég érettek, Isten akkor is használ bennünket, nem erről beszélek. De oda akar Isten téged felnevelni, eljuttatni mindannyiunkat, hogy érett szolgálóként már egyre kevesebb dombó, réz, vagy bárki legyen, és egyre tisztábban csak az Úr Jézus, hogy át tudjon rajtad illatozni az ő hatása. És itt viszont kell a szentség. A szolgálói életforma az egy önmagával küzdő életforma. A szolgálói életforma nem ez, amit itt látsz. Ez egy kis szelete. A szolgálói életforma nem az, amit ott megélsz az hétköznapokban, a család, meg stb. Hanem van egy olyan része, amikor önmagaddal küzdesz meg, hogy milyen ember is vagy te valójában, amit csak te látsz. Milyen ember vagy, amikor pornót nézel, vagy amikor káromkodsz, vagy amikor mit tudom én, mindenkinek megvan a maga dolga, de elkezdesz ezzel küzdeni, elkezdesz ezzel valahogy megtalálni azt, hogy ez így nem jó, ez így, igen, kegyelem van, igen, értem, kegyelem, hálás vagyok, minden, de én nem akarok ilyen lenni, mert büdös, mert zavaró, mert nem méltó hozzám, meg az egészhez. És ez egy folyamat, ez nem így megy. Lehet, hogy neked ez most ma megjön, de lehet, hogy neki nem jött még meg. Ezért nekünk el kell hordozni ezt egymást, másik téma, de nagyon nehéz, mert amikor a szentségről beszélünk, vagy a megszentülésről, akkor nagyon könnyű ezt érezni, amikor az Úr a flow-ban ott van. Ott van a dicsiben, vagy a megtérésedkor, vagy olyan életszakaszban, vagy amikor az Úr tényleg közel van. Olyankor nagyon könnyű a szentség mellett dönteni, mert ott van ő. Ő mellett ezt nagyon könnyű megélni. De amikor pusztai szakaszok jönnek az életedben, akkor iszonyú nehéz. Akkor iszonyú nehéz a szentség mellett dönteni. Miért? Mert minden szentségtelen dolog valójában önjutalmazás. És ha nem kapom meg a mennyből, Jézusból az érzületet, akkor önmagamat fogom jutalmazni valahogy sorozattal, pornóval, mit tudom én, valamivel, világi viccekkel, egy kis világi társasággal, egy konyakkal, több, stb. Nem bűnök ezek egyébként, jó, pornó, igen, de értedek. Tehát sok minden ebből egyébként nem bűn, de elkezdesz világosiasodni egy picit, testiesedni, lelkiesedni a szónak a rossz értelmében, és ettől mégis nagyon szeret téged, csak távolabb kerültem, és egy idő után már olyan távol kell kerülnöd, ez a legszomorúbb az egészben. Valahogy így működik az ember, hogy itt valahogy nem tudunk megtérni. Akarunk megtérni, Uram, meg akarok ebből térni, de igazából nem tudsz mi. Nem is akkor határán vagy már. Akkor vagy úgy, mint a bűnös asszony. Valahogy ott törünk össze megint úgy, hogy Uram, elegem van, ha kell, nem prédikálok többet, ne, csak kérlek, ne legyél távol. És akkor megérint. A legmocskosabb állapotban megint megérint az Úr. Ó. És tiszta leszel. És akkor egy kicsit többet hordozol megint ő belőle. És így,
érünk dicsőségről dicsőségre. Fantasztikus az Úr. 1 Korintus 13.11-el fejezem be. Kérem majd a dicsőítőket, és nem most, még csak mindjárt. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek, és úgy gondolkoztam, mint egy gyermek. Úgy ítéltem, mint egy gyermek, mikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Most tükör által homályosan látunk még, de akkor majd színről színre, mert töredékes még az ismeretem, de akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismertettem, de addig is most megmarad a hit, a remény, a szeretet, de három ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Pál apostolon keresztül Isten azt üzeni ma, hogy amikor a gyermekkori élet, szolgáló életszakaszban vagyunk, az jó dolog, de azt mondja, hogy én azt akarom, hogy éretté váljál, egy felnőtt férfikorra jussunk el, és az egy másik minőséget fog behozni. Mindenki szeretné ott kezdeni, hogy Péter árnyékától meggyógyultak a betegek. Ez az egyébként, amikor már nem szolgált. Péter nem kiált és prédikált, és én vagyok a szolgáló, a valid, érvényes, csináljunk rendezvényt az után, semmi baj ezen nincsen, de a magas minőség, ahol én vágyom már eljutni, meg szerintem ti is, hogy az életviteled a munkahelyeden, a gyüliben, világban, mindenhol, ahogy mész, és egyszerűen csak úgy viszed ezt a jelenlétét Istennek. És történnek a dolgok. Csak nem itt kezdünk, hanem át kell sok mindenre menni hűséges kitartással, de az Úr ma azt mondja, János 21:18, bizony-bizony mondom néked, amikor fiatal voltál, fölövezted magad, oda mentél, ahová akartál. Ez a fiatal keresztény állapotunk, azt csinálunk, amit akarunk, Isten velünk van, dicsőség az Úrnak. De amikor megöregszel, érettebbé válsz, idősebbé válsz, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halála dicsíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. És ez a mondat, ez azért erős, ami csak nemrégiben tűnt fel, mert Jézus és Péter 3 éve együtt szolgáltak már, minden nap együtt voltak. És miről beszél itt az Úr, hogy hát amikor még fiatal voltál, meg majd amikor megöregszel, és azt mondja, hogy ez az első 3 tanítványi évre, amit mi nagyon szeretnénk, hogy egyáltalán ilyen szintre eljussunk, erre azt mondja, hogy na, ez még a gyerekkor. Péter, ez még a gyerekkor. Itt még azt csináltad, amit te akartál igazából. De eljön az idő, amikor úgy fogsz már közlekedni, ami már nem rólad szól, hanem rólam. Engem fogsz hordozni. Kedves gyülekezet, Istennek az a célja, hogy boldog szolga legyél, hogy érett felnőtt korra téged el tudjon vinni, hogy Krisztusi emberré válj, a Krisztus ember pedig nem más, mint a mindennapok szolgálója. Minden napok szolgálója. Aki minden nap keresi az Úrnak a szívét, minden nap keresi azt, mint az a srác az autópályán, hogy hol az, ahol én be tudok lépni, ahol én ott tudok lenni, aki keresi a királynak az akaratát. És csak tényleg nagyon fontos hozzátenni, hogy hidd el, hogy ahogy te őt keresed a mindennapokban, ő pontosan megadja a szíved kéréseit. Pontosan meg fogja adni minden kérésedet a szívedben, ami az Úrtól való. Legyen az társ, munkahely, szolgálat, előmenetel, csúcsok, minden. Mi a feladat? Kövess engem. Mit jelent követni Jézust? Azt, hogy elhagyjuk végre a gyermeki korunkat, és ma úgy döntünk, vagy valamikor úgy döntesz, hogy az az indulat lesz bennem, ami volt Jézus Krisztusban. Hogy tudatos leszek. A tudatosság nagyon fontos a keresztény életvitelben. Fontos a Szent Szellem kiáradása, fontos, hogy minden fontos. De mégis a legfontosabb az, hogy nem az, hogy mit érzünk, hanem az, hogy mit döntünk. Hagyj kérdezzem meg, nyugodtan elkezdheted. Hagyj kérdezzem meg, hogy emlékszel-e arra, hogy mivel kezdődött a keresztény életed? Ha újjához születve, akkor mindenkinek ugyanazzal kezdődött. No? Nem bűnvallással. Egy döntéssel.
Egy döntéssel. Mindannyiunk úgy léptünk be a keresztény életre, hogy hoztunk egy döntést. Hogy mondjam el neked, hogy a keresztény élet az nem érzelmi, nem lelki alapú. Nem az, hogy hogy érzem most magamat, hanem egy döntéssel kezdődött a keresztény életed, és akkor jársz éppen mindig a keresztény keskeny úton, mert mi nagy szélesen szoktuk metszeni az életutat, de amikor épp eltalálod, és mész rajta pár métert, akkor egy pont mindig ott van, hogy tudatos vagy. Akkor éppen mindig úgy döntesz, hogy te most így csinálod. A körülményektől és mindentől függetlenül. Fogunk ezért most imádkozni, hogy a döntéseim, a véleményeim, a megoldásaim, azokat aláhelyezem, úgy döntök ma, hogy aláhelyezem a Jézusi döntéseknek, a Jézusi látásmódnak. Ez jelenti a Jézus követése. Amikor a mindennapokban egyre többször tudjuk eltalálni ezt a fókuszáltságunkat, ezt az ön és a környezetre reflektív, tudatos állapotunkat, hogy vagyok, aki vagyok, Isten fia vagyok, döntést hoztam, és ma úgy akarok hazamenni a feleségemhez, hogy szeressem, megbecsüljem. Amikor éppen kibillennél otthon az asztalnál, mert a gyerekek zsivonganak, akkor is tudatos döntést hozol, hogy nem. Mi is a szeretet? A szeretet az, hogy most ebben a pillanatban ennek a gyereknek mi szolgál a legtöbbet. Ez jelenti a szeretet, hogy aktuálisan, abban a pillanatban az adott embernek ott mi hoz a legtöbbet. Ez jelenti a szolgáló élet. Mert Jézus is ezt nézte minden pillanatban, hogy neked ott, abban a pillanatban az hozza a legtöbbet, hogy megadom, amit éppen kér, vagy még nem adom meg. Mi hozza neki most a legtöbbet? És ami neked most még nincs meg, az azért nincs még meg, mert Isten úgy döntött, hogy neked azt hozza most a legtöbbet, hogy még nem adom meg. Higgyétek el, hogy Isten jó, és tudatos Isten. És ahogy így haladunk együtt, és így követjük az Urat, akkor észre fogod venni, hogy ki fognak kopni viccek a szádból. Egyszerűen nem fogsz bizonyos filmeket már megnézni. Nem azért, mert valami törvény tiltja, vagy hoztunk egy katekézis, hogy ezt a filmet lehet, azt másikat nem lehet, hanem egyszerűen, ahogy haladsz az Úrral, és érettebbé válsz, már nem mondod el azt a viccet, már nem tetszik, már nem, már érzed, hogy a szádnak mocskos lenne, és nem ítéled meg azt, aki elmondja, de te már nem csinálod meg. Ha itt hagyjálják meg egy picit, de ebben már nem lesz egy ilyen lenéző, a másikat, aki épp még ezt a viccet meséli, megítélő. Hanem már érett leszel, te leszel szeretettel, és rólad is azt fogják mondani, amit Jézusról is mondtak, hogy ő a bűnösök barátja. A farizeusok nem értették, a prostik, a vámszedők, a részegeskedők, a katonák, azok értették, hogy ez a Jézus, ez nem csinálja azt, amit mi, és mégsem érzem magam az ő társaságában lenézve. Mert nem felsőbbrendű, hanem alatt, valahogy emel engem. És így kezdtek egyre súlyosabb személyiségi válni, kősziklává fogtok formálódni, és nem csak ima alkalomkor vagy ítéken fogtok imádkozni, hanem úgy az imádkozás is úgy beépül az életedbe, és amikor az utcán, vagy valamilyen szituációban imádság kell, akkor te ott imádkozni fogsz, és erők is jelek, egész egyszerűen működni fognak. Megjelenik Isten ereje, és bizonyságot fog rólatok tenni a 12. sorban is. János 3.1, farizeusok között volt egy Nikodémusz nevű ember, zsidók vezetője, elment Jézushoz éjjel, és azt mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten veled van. Rólad ugyanezt fogják mondani az emberek, hogy ahogy te imádkozol és megváltoznak a dolgok, Zsolt, Ádám, Jenő, Péter, Kata, tudjuk, hogy Isten veled van.
Mert itt ezt, ilyet nem lehet csinálni. És akkor te is ilyen hordozó szolgává váltál már. Ez a jövőtök, úgyhogy ma döntsetek így, és akkor döntsetek úgy, ha megérett. Csak úgy a szánk megvallásával nem kell, de ha szívünkben megérett, hogy Uram, én nem valami fajta szolgálatot akarok végezni, hanem döntök, és az az indulat legyen bennem, hogy egy szolgálói életvitellel keresem az Isten akaratát, az emberek javát, a környezetemben a javát, mivel tudok segíteni, akkor ezt mondjuk el Istennek. Amen? Amen. Oké. Okay. Mondd utánam, menj, édesatyám, szeretném, ha az az indulat lenne bennem, ami Jézus Krisztusban is volt, hogy egy ilyen szolgálói életformát tudjak felvenni. Nem görcsösen, nem vallásosan, hanem olyan életszagúan, ahogy Jézus csinálta. Nyisd meg a szememet, hogy meglássam a réseket, hova beállhatok, ahol segíthetek. Segíts, hogy a motivációim tisztuljanak. Add, hogy jobban szeresselek téged. Jobban szeressem az embereket, és jobban szeressem önmagamat. Jézus, követni akarlak a mindennapokban, a családomban, a barátságaimban, a munkáimban. Hadd legyek életszagú, Jézus. Isteni életszag legyen rajtam. Vezess engem, Uram, a mindennapokban. Hadd nyíljanak meg a szemeim, hogy meglássam, hogy egy adott helyzetben te mit tennél? Hogy mondanád? Vagy hogy nem mondanád? Hogy lássalak meg a mindennapjaimban, és én követni foglak. Te pedig segíts ebben. Amen. Teremts bennem új szívet, hadd lássam, amit te is meg szemeimet. Hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mint neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül ma előtted. Teremts bennem. Teremts bennem új szívet, hadd lássam, amit te is meg szemeimet. Hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mint neked fáj,
végezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtte. Látom az élő Jézus, tűzfelőben visszatér, és hódolban a mindenség őé. Jöjj megváltó királyunk.
meg szemeimet, hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mi neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. Teremts bennem! Teremts bennem új szíved, hogy lássam, amit te is meg szemed. Szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mint neked fáj, úgy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtt. Hozsánna, hozsánna, jöjj meg váltó királyunk. Hozsánna, hozsánna, jöjj meg váltó királyunk. Jöjj meg váltó királyunk, jöjj meg váltó királyunk. Köszönjük Jézus, hogy hívhatunk erre a helyre, most is, mint szabadítót. És hívunk erre a helyre, most is, mint szabadítót. Mint az, akinek a teste vagyunk, és aki a fej ezen a földön. Köszönöm, hogy Uram, hogy semmi sem történhet. Semmit sem tudunk cselekedni, csak ha benned maradunk, Úr Jézus, szeretnénk újra hozzád testként kapcsolódni, mint fejhez. És add át nekünk, Uram, azt, amit át akarsz adni önmagadból, a te szívedből, és tényleg fájjon az, ami neked fáj. Köszönöm, Uram, hogy amit te elkezdtél, azt be is fogod fejezni. Legyen ez a személyes életünk, legyen ez a gyülekezetünk, legyen ez az a városunk, legyen ez a nemzetünk. Köszönöm, hogy amit elkezdtél, azt be fogod fejezni. Köszönöm, hogy az uralmad növekedésének nem lesz vége. És köszönöm, hogy meghívtál minket ebbe az uralomba, ebbe a királyságba. És köszönöm, hogy ez a királyság az életnek a királysága. És köszönöm, hogy a halálnak minden munkája menekülni fog ebből a királyságból. Köszönöm, Uram, hogy az élet fejedelme vagy. Az élet fejedelme vagy. És a halál minden munkája az Úr Jézus nevében takarodjon az életünkből, takarodjon a gyülekezeteinkből, takarodjon a nemzetünkből, takarodjon a városunkból. Jézus, Úr vagy minden fölött. Thank you.
Csak nagyon röviden szeretnék egy bátorítást mondani. Isten a szívemre helyezett egy igét, és maradjunk még így, ami az az ige a Mátéból, hogy mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. És hiszem, hogy az, amiről ma szó volt, az azon múlik, hogy bízol-e az Istenben. Bízol-e abban az Atyában, aki azt mondja, hogy ha valaki elhív téged egy mérföldre, menj el vele kettőre. És hidd el, elhiszed-e és tudsz-e bízni abban, hogy nem fog neked hiányozni, sőt, bővölködni fogsz. És arra bátorítalak, hogyha megcsüggettél, megfáradtál, vagy a bizalmad megtört ezen a területen, akkor menj oda az Atyához, és ahogy Zsolt is mondta, kérd azt az erőt, hogy tudatosan ebbe ki tudj lépni. És hitben úgy tudj dönteni, hogy én most úgy döntök, hogy innentől kezdve, amire az Atya hív, abba én bele fogok állni. És az Atya arra hív, hogy adjak bármiből, ami van, azt adni fogom, és nem magamra fogok elsősorban nézni, hanem az Atyára, mert ő megígérte, ebben van egy ígéret, hogy te akkor bővölködni fogsz. És csak nagyon röviden ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy hátul majd már kint állnak az imaszolgálók, és imádkoznak értetek, és az Atya szeretné gyógyítani a szívünket, mert azt gondolom, hogy az az igazi szabadság, amikor először tudunk ránézni, és nem magunkra, és menni arra, amerre hív az Atya, és abba beleállni, és meg fogod tapasztalni azt a csodát, ami fordítva működik, mint amit a világ mond. Hogy az Atyának te oda rakod magadat, mint élő áldozat, és mégis élni fogsz. Ugye ezt mondja az ige, hogyha elveszíted az életed, te valójában akkor fogod megtalálni. És ezt néha nem értjük, de ehhez kell a hited és a bizalmad. És ha ezt beleadod, minden más meg fog adatni. Én egy másik dologra szeretnélek hívni titeket. Az elmúlt időszakban Isten többet beszélt nekünk arról, hogy mennyire fontos lenne, hogy a következő időszakban, a misszióban, mint szombatot is elkezdjünk előre menni. És az jutott eszembe, ahogy imádkoztunk és dicsértük az Urat, elkezdtem súlyos súlyokat látni emberi szíveken, és kérdeztem az Urat, hogy miért mutatja, vagy mit szeretne ezzel mondani. És mióta tudom, hogy ezt így mutatja Isten, keressük Istent, Ádival is beszéltünk róla, másokkal is, és imádkozok ezért, hogy Uram, hogyan tudnánk ebben elindulni. Azt gondolom, hogy a Zsoltinak a mai prédikációja az az alap, és ez egy fontos dolog. És Isten azt éreztem, hogy ezzel a szívre helyezett súlyokkal a stratégiának a következő lépését mutatta meg. Azt éreztem, hogy Isten ma szeretne azok, akik itt vagyunk, és vállaljuk azt, hogy követni szeretnénk őt, és szeretnénk szolgálni, olyan súlyokat a szívünkre agasztani, akik nem hívők, körülötted lévők, lehet a szomszédod, lehet a kisközért, lehet a sulistársaid, lehet, hogy valaki, amit Isten akar ma egy olyan súlyt a szívedre helyezni, amiben érezni fogod, hogy emellett nem mehetek el. És Isten szeretne ma úgy elvinninket innen, hogy megmutasson olyan dolgot, amit neked adott, ahol neked kell szolgálnod, ahol neked kell újult erővel, teljesen tudatosan kilépned, és ott lenned, és úgy szorongassa a szívedet ez a súly, hogy ne tudd elengedni. És szeretnék ma azért imádkozni, hogyha vagytok ti úgy többen, akik szeretnénk kilépni ebben. Tudjátok, erről beszéltünk, hogy a Szent Szellem bemutatásra ad, képviseletre adatik. Annyira egészségtelen, annyira jó volt, amit a Marci mondott, hogyha van valamink, és azt megtartjuk magunknak. És hiszem, hogy Isten hív ma minket arra is, hogy a szombatötben az legyen, hogy ne legyen olyan szombatöt, ahol nincs bizonyság, hogy kimentem és megtért a tesóm. Hogy azért, hogy ahogy kimentem és amit itt kaptam, az nem annyi volt, hogy én jobban lettem, halleluja, megszabadultam, hanem nem tudtam magamba tartani, és már mentem a szomszédnénihez, az anyukámhoz, a nagymamámhoz, és el tudtam mondani neki azt az örömhírt. És hiszem, hogy ma este vagytok olyanok, akik szeretnétek erre válaszolni. És hiszem, hogy kérhetjük azt, én is ilyen vagyok, hogy Isten,
tegyen súlyt a szívünkre, egy ügy felé, egy ember felé, egy közösség felé. És hiszem, hogy Isten ebben ki fog ma este küldeni jó párunkat olyan súllyal, amit tudod, hogy neked Isten adott, hogy ezen hűséges legyél. És fogok ezért imádkozni. Ha valaki úgy van, hogy érzed, hogy Isten most hív erre, akkor ugyanúgy, ahogy Zsolt mondta, akkor gyere, és szeretnék érted imádkozni. Jó, hiszem Isten meg fogja mutatni, lehet, hogy most fogja megmutatni, lehet a következő napokban. De vágyunk arra, hogy az, amit itt tapasztalunk, az ne csak magunknak maradjon, hanem amit kapunk, az adassék, és legyen másnak is belőle elég. Jó? Fogok ezért imádkozni. Ha velem vagy, akkor a szívedet nyisd meg Isten felé, és te is mondd el neki, hogy meg akarom nyitni magam. Szeretnék tényleg egy olyan súlyt a szívemre, amit te tettél, ami mellett már nem tudok elmenni, ami terheli a szívemet. Atyám, köszönöm, hogy te itt vagy. Köszönöm, hogy tanítasz minket arra, hogy mit jelent tanítványnak lenni, mit jelent szolgának lenni, mit jelent kilépni. És köszönöm, hogy te bőségesen adod a te áldásaidat. Köszönöm, hogy te bőven öntöd ránk azt a boldogságot, azt a valódit, ami csak tőled jön. És köszönöm, atyám, hogy újra és újra megtapasztalhatjuk ezen a helyen, hogy milyen az, amikor közel jössz, amikor szeretsz, amikor megszabadítasz, amikor meggyógyítasz, amikor betöltesz szeretettel, amikor felfrissítesz. És atyám, bocsánatot kérünk azért, amikor csak annyira magunk körül forogtunk, amikor belterjesek voltunk, amikor elég volt az, hogy én jobban vagyok. Atyám, bocsáss meg ezt nekünk, és most szeretnénk megfrissülni abban, hogy amit itt kapunk, azt elkezdjük kivinni, hogy több legyen, hogy túláradó legyen, hogy kiáradjon az a szolgaság, atyám, amiről ma itt beszéltünk. És köszönöm, atyám, hogy készítettél számunkra mindenkinek külön-külön súlyt, amit ránk bíztál, ahova külön kiküldesz ma minket este. Köszönöm, hogy te elhívtál ilyen helyekre minket, és köszönöm, atyám, hogy megnyithatjuk magunkat ebben is, ebben a követésben is. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében köszönöm, hogy a te szellemed itt van, és köszönöm, hogy ő pontosan elmagyarázza és megmutatja, ráhelyezi most azokat a súlyokat a szívekre, a gondolatokra, emberekre, ahova te most küldesz, ahol extra tudatosságot, ahol extra kitartást, ahova imádságra hívsz minket. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében most kérlek, hogy jöjj és szállj le, érints meg a szíveinket, atyám. Köszönöm, hogy olyan gondolatokat, olyan embereket juttatsz most az eszünkbe, olyan családtagok felé fogsz adni, olyan kegyelmet és könyörületet és szeretetet, amit eddig nem tapasztaltunk. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében most rád bízzuk magunkat, és szeretnénk téged követni. Azt mondjuk, hogy kimegyünk. Atyám, hogy fogunk beszélni, hogy fogunk emberek lenni és emberszagúan, de vinni az örömhírt. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében köszönöm, hogy a te kegyeneted megragad, tényleg ránk száll, és ez a súly, ez ott lesz. Atyám, kérlek, adj hűséget, add, hogy tényleg a szombatot arról legyen íres, hogy mindig van valahol, ahol beszélhetünk rólad, ahol túlcsordultunk, és ott te szereteted elért, a te örömhíred elért. Atyám, köszönöm, hogy ezt a kegyelmet te adni fogod, és végezni fogod az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Jézus.
lejtető közeg, az utcái érdesség, a sötétségen át kiáltjuk Jézus nagy nevét. Az egész családomra ragyogjon felenné Jézus. Lejtetőkön! A sötétségen át kiáltjuk Jézus nagy nevét. Az egész családomra rajongjon felné Jézus. A neved élet! A neved élet, a neved gyógyít, sosem fogom
Indítani kettő doboz, az egyik egy ima doboz, de nyugodtan írjatok imakéréseket, akár saját életetekből, akár ismerős vagy közeli hozzátartozó ügyében. Mi ezeket mindig át szoktuk imádkozni, illetve lesz egy adományozó doboz is, amiben, hogyha Isten indít, akkor hozzá tudtok járulni a Szombat 5 missziónak és ennek az alkalomnak a költségeihez. Illetve lenne még kettő bizonyság, úgyhogy most megkérnélek, hogy gyere és mondd el, amit Isten a szívedre helyezett. Csak azt szeretném nektek elmondani, hogy én 78 éves vagyok, 76 évig római katolikus voltam, és itt a Szombatötön tértem meg, és köszönöm az... És február 11-én 5-en merítkeztünk be, 4 fiatal és én. Köszönöm szépen! Köszönjük. Jasó Zolit nem látom, de még ő jelezte, hogy szeretne bizonyságot mondani. Hát Zoli majd legközelebb akkor. Megyünk tovább. A
Fejed hajt a mindenség, lábai előtt. Neked hold a föld és ég, minden rólad beszél.
mondjuk hát, szent vagy, Urunk, szent vagy, Urunk. Téged áldunk, és imádunk, kegyelmet ránk talált, nincsen hasonló hozzá. Téged áldunk, és imádunk, nincs más szerelmed, ó csodád. Fejed hajta mindenség, lábai előtt. Neked hódol föl és ég, minden rólad beszél, mondjuk hát, szent vagy, Urunk, szent vagy, Urunk. Téged áldunk, és imádunk, kegyelmet ránk talált, nincsen hasonló. Élő Jézus, ő megváltó, drága főpap, az egyetlen pásztor. Menjen földön, minden meghajol, minden élő, csak néked. Ó, élő Jézus, élő Jézus, ő megváltó, a főpap, az egyetlen pásztor. Menjen földön, minden meghajol, minden élő, csak néked. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, és fenség. A feked a győztes, anya kórus, szent himnuszát, méltó, méltó, méltó a bárány. Szent vagy, szent vagy, és verséges, örök Isten, a feked a győztes.
Köszönjük, Atyánk, hogy így imázhatunk azért, hogy hozd el azt az ébredést, amire szükségünk van ebben a nemzetben. És köszönjük, hogy az a te szavad most hozzánk, mint egyénekhez, gyülekezethez és néphez is, hogy ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus, Uram. Békét folyója árasszon el. Vigyél a víznek mélységébe. Hadd rejtőzzem el szerelmedben. Békét folyója árasszon el. Ahogy dicsérem szent neved, dicsérem fensége, Jézus, te mindenem, ami vagyok tiéd. Szellem jöjjön, záporozz rám. Fedd fel előtte, amit szem nem lát. Áramsz jelenléted, ahogy állunk téged. Szent szellem jöjjön, legyen megterved, amit dicsérem szent neved, dicsérem fenséged, Jézus, te mindenem, ami vagyok tiéd, amit dicsérem szent neved, dicsérem fensége, Jézus, te mindenem, ami vagyok ilyen. Nyisd meg a mennyet, tárd ki elé, árassz el irgalmaddal. Dicséretünkben légy most jelen, ahogy zengjük, szent vagy, szent vagy. Nyisd meg a mennyet, tárd ki elé, árassz el irgalmaddal. Dicséretünkben légy most jelen, ahogy zengjük, szent vagy, szent vagy. Nyisd meg a mennyet, tárd ki elé, áradsz-e irgalmaddal. Dicséretünkben légy most jelen, ahogy zengjük, szent vagy, szent vagy. Oh, 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 oh
küldj ébredés most, szükség van rá, hogy mozdul a lelked, menj árad ránk. A talmad által feleszállt be, ahogy égen megtetted, ma újra tedd meg. Küldj ébredés most, szükség van rá, hogy mozdul a lelked, menj árad rád. Hatalmad által feleszállt be, ahogy régen megtette, ma újra tedd meg. Küldj ébredés most, szükség van rá, hogy mozdul a lelked, menj árad rád. Hatalmad által feleszállt be, hatalmad által feleszállt be, ahogy régen megtetted, ma újra tedd meg. Küldj ébredés most, szükség van rá, mozdul a lelked, menj árad rád. Hatalmad által feleszállt be, ahogy régen megtetted, újra tedd meg. A szolgálattal kapcsolatban jutott eszembe, hogy én mikrofonérzékeny voltam sokáig, mindig ki kellett jönnöm bizonyságot tenni, és most már nem voltam egy éve szerintem kint, meggyógyultam ebből, de most mégis azt érzem, hogy el kell mondanom a szolgálat kapcsán az, hogy egy másfél hete egy barátom felhívott, hogy a legjobb barátjának az anyukája haldoklik, és le kellene menni Békés Csabára szolgálni felé. Ő még nem szolgált ilyen súlyos beteg felé, és hogy menjek le vele. Nekem abszolút komfortzónámon kívül van ez. Én 12 évig börtönmisszióban voltam, oda bármikor bemegyek, de kórházba, meg ilyen helyekre nagyon-nagyon nem fekszik ez a terület, de mégis kaptam Istentől bátorítást arra, hogy el kell mennünk és életet kell szólnunk ezen a helyen. És akkor hitetlen a fia és a hölgy is, és mondta, hogy ne azért menjünk, hogy az utolsó kenetet adjuk fel az anyukára. És így is kezdtük a szolgálatunkat, hogy nem ezért jöttünk, hanem hogy életet szóljunk, és hogy ez az élet, ez hol fog folytatódni, és az örök életbe, vagy meddig tart a földi élet, és meddig a további, de a lényeg az, hogy mi jöttünk életet szólni. És tudtuk vezetni imádságba, befogadta az Urat, megvallotta Isten előtt a bűneit, kiderült, hogy az anyukája keresztény volt, és most 77 évesen döntött úgy, hogy befogadja Istent, és ma kaptam a hírt, hogy elköltözött, és hogy nagyon fontos volt lemenni. És mikor lefele mentünk Békés Csabára, még kaptunk egy telefonhívást egy testvértől, és azt mondta, hogy a bűnöknek bocsánatát hirdessük. Ezt helyezte még Isten a szívére, mert ő is imádkozott ezért az egészért, és vezettem imádságba a hölgyet, és egy nagyon fontos része volt az, bocsánat,
bocsánat. Egy nagyon fontos része volt az, hogy vezessem abba, hogy bocsássam, vagy kérjem bocsánatot az Isten ellen és az emberek ellen elkövetett vétkeiért, és mondtam, hogy semmi olyat nem kell utánam mondani, amivel nem ért egyet, de tiszta szívből imádkozott velem, és vezettem imádságba, és csak úgy elgondolkoztatott az, hogy, hogy mennyire akarta Isten, hogy ez bekövetkezzen, hogy mi elmenjünk és szolgáljunk felé. És sokszor Isten ad szolgálatokat, intuíciókat, hogy mit kell csinálnunk, de azt mondja, hogy ha mi nem csináljuk meg, a kövekből is támaszt fiakat, szóval a munka az el lesz végezve, csak kérdés, hogy téged bebír-e fogni a feladatba. Köszönöm. Gyertek, álljunk fel, egy dalunk van még mára. Zengjük, ó, ó. Egy új dallam szállna fel, hallod már a nemzedékünk, egyre hangosabb a zeng, minden lány és fiú gyermek hangja áttör az éjjelen. Fedhátsd fel, mi van benned, nem lehet semmen tovább, az ablakon túl minden ember, csak a te fényedre vár. Emeld fel, kezed a mennyi, hangod szálljon fel hozzá. Dicsérjétek teremények, mert csak ő kivéltó rá. Szegyük, ó. Most mi ránk vár, hallod fölünk ébredését, ez a hang a mennyből zeng, minden nép és minden nemzet vallja Jézusban hiszen. Vedd hát fel, mi van benned, nem lehet semmet tovább, az ablakon túl minden ember, csak a te fényedre vár. Emeld fel, kezed a mennyi, hangod szálljon fel hozzá. Dicsérjétek teremtmények, mert csak ő kiméltó rá. Szenjük, ó. Pillanatát alá minden ereje száll. Én az Úr, ő a király, aki eltévedt urazott alá, és a foglyok nyernek szabadulást. Ugye látod már, hogy milyen csodás, ahogy éled a világ. A világot szívünk ragyogja át,
varázsa megváltásunk pillanatát a halál minden ereje száll. Én az Úr, ő a király, aki eltéve újra haza talál, és a foglyok nyernek szabadulást. Ugye látod már, hogy milyen csodát, ahogy éled a világ, szennyű. Halleluja! Ne felejtjétek el, hogy 10-ig még itt lehet maradni az épületben, de 10 után már nem. Van büfé, úgyhogy maradjunk közösségben. Egyébként azt mindig nagyon jó hallgatni, hogy véget ér az alkalom, mindenki egymás nyakába ugrik, és van egy ilyen nagy zsibongás itt. Azt mi nagyon szeretjük. Úgyhogy folytassuk. Sziasztok!